Van egy nagyon jó hangulat, ebbe a szürke januári közepi borongos időszakban ez nagyon szimpatikus. Mi egy túra egyesület vagyunk Kaposváról, és évek óta járunk ide, jó kapcsolatunk az ifjúsági unióban, nagyon szívesen részt vettünk a túráim. Vajdaságba jöttünk Zamborból, 25-en jöttünk, és ilyen kevert társaság, majd 27 nemzetiségből áll a csapatunk. Közel 2000 résztvevője volt az idei immár 20. alkalommal megrendezett hagyományos Bartina túrának, mely az év első nagyszabású társadalmi eseménye. Jelentősége már akkora, hogy Szekszárdváros komolyan foglalkozik azzal, be kell építeni a hivatalos esemény naptárba. Ez egy olyan jól megszervezett túra, ami megint illeszkedik abban a sorban, hogy itt Szekszárdon, ha szervezünk valamit, azt jó minőségben tesszük, és a város arculata és városmarketing szempontból nagyon fontos, hogy ilyen eseményekre nem csak a szekszárdiak látogassanak ki, hanem most már az országhatáron túlról is érkeznek vendégek, úgyhogy hát közel 2000-en vagyunk itt a mai napon összesen, én azt gondolom, ez mindent elárul magáról a túráról. A szervezők maguk is csak remélték, egyszer ekkorára növi majd ki magát a rendezvény. Szabó Tamás, a szervezőbizottság tagja azt mondja, évről évre komolyabb feladat ilyen színvonalon megrendezni a túrát. Jövőre 3 ujjás ágyúval készülünk, hogy mindenkinek jusson időben a nedűből. A résztvevők felkészültségük alapján 5 távot választhattak. A legkeményebb profiknak 42, a jó levegőn sétálóknak 3 kilométert kellett megtennie. A túra lebonyolításában 100-nál több önkéntes segített.